Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mai ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm városunk előjáróit, intézményvezetőket, meghívott vendégeket és kedves szülőket. Ünnepnap a mai, hiszen nem csak óvodai bölcsödéseinket búcsúztatjuk, hanem bölcsödénk fennállásának 10. évfordulóját is ünnepeljük. Ha visszagondolok a kezdetekre, bevallom őszintén, nem volt könnyű időszak, hiszen bölcsödénk nem csak Cigánddal, hanem az egész Bodorköz területén az első olyan intézmény volt, amely 5 hónapos kortól 3 éves korig biztosítja a gyermekek szakszerű nappali ellátását. Ebben az időszakban nagy segítségünkre volt az akkori óvodavezető Téglás Dezsőné Icanéni. Mai napig emlékszünk, emlegetjük bátorító, biztató szavait, érezzük szakmai támogatását, hálásan köszönjük. És köszönjük mindazoknak, akik már nem dolgoznak bölcsödénkben, de az elmúlt 10 év alatt lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekek biztonságos, szeretetteljes légkörben nevelkedhessenek. Ahogy teltek az évek, egyre jobban sikerült egy kölcsönös, bizalman alapuló kapcsolatot kiépíteni családok és bölcsödénk között. A mai napig hálásak vagyunk valamennyi kedves szülőnek, hogy bölcsödénket választották, és ezzel gyermekük talán egyik legszebb évének részesei lehettünk. Egy kínai közmondás szerint egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. Reméljük, hogy erre a papírlapra szép emlékeket, színes élményeket, követendő mintákat írtunk, s ha visszaemlékeznek apróságaink erre az időszakra, ugyanolyan szeretettel gondolnak majd ránk, mint ahogyan mi rájuk. Kívánom továbbá nekik, hogy ez a bizonyos papírlap tele legyen sok-sok széppel, meg annyi jóval, boldogsággal, szeretettel. Valamennyi bölcsidei dolgozó nevében szeretném az utolsó mondatot írni a lapra, mely röviden csak ennyi, a mi szívünk nem felejt. Köszönöm szépen, most pedig felkérném Téglás Dezsőné nyugalmazott óvodavezetőt, mondja el ünnepi beszédét. Kedves vendégek, kedves szülők, és természetesen kedves gyerekek és kartásnők. Hát, hogy miért is gyűltünk itt össze, Ilonkától már hallottuk az intézményvezetőtől, és úgy gondolom, hogy ezt, hogy a gyerekek búcsúzása minden éven valakik elbúcsúznak a bölcsödétől, majd az óvodától, születésnapot is ünneplünk. Születésnapot, és a születésnapkor mindig tudjuk, hogy hanyadik is, illő vagy nem illő megkérdezni, ez már teljesen más dolog. Természetesen a régi dolgozók Ilonkától hallottuk, hogy 10 éves születésnapot ünneplünk. Én nem fognak megharagudni a régi dolgozók, ha azt mondom, hogy emlékszünk, talán nem is a 10-et, hanem a 15-et. Hiszen annak idején 2008-ban az óvodában, itt Cigándon elindítottuk a házi bölcsödét. Házi, több minden neve volt, mini bölcsödét, családi bölcsödét, tehát több minden neve volt, de 2008-ban indítottuk el, és ezt mondhatjuk, hogy ez igaziból a bölcsödének az előszobája volt. Nagyon büszkék voltunk arra, és a mai napig is büszkék vagyunk, hiszen a Bodrog közben elsők voltunk a családi napközi létrehozásában is, illetve ennek az intézménynek, a bölcsödének a létrehozásában is elsők voltunk. Azt mondom, hogy elsők voltunk, többes számban beszélek, mert természetesen mi dolgozók csak azt tettük, amit tenni kell. A fejlesztések elsősorban mindig a fenntartónak a feladata. Itt szeretném kiemelni Olá Krisztián polgármester úr nevét, aki maximálisan támogatta, és mind a mai napig támogatja a fejlesztéseket településünkön. Annak idején az óvoda bővítése mellett ezen intézmény létrehozását is szorgalmazta, és szinte minden nap szívügyének tekintette. Nem csak az épületet, a külsőségeket kellett létrehoznunk, hanem tartalommal is meg kellett tölteni. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen akkor még aktívan részt vehettem ebben a munkában. Ablonci Dániellel, Danival, ha nem haragszik meg, ha így mondom a nevét, több tanulmány úton jártunk, nem csak Sátoraljaújhelyben, Sárospatakon, de Egerbe is eljutottunk, aztán később még a jelenlegi intézményvezetővel, Ilonkával is. És úgy gondolom, ezeknek a továbbképzéseknek, látogatásoknak a munkája nem volt hiába való. Nagy öröm volt számomra, és nem szeretném a mondandómat hosszúra nyújtani, de nagy öröm volt számomra az, amikor erre az intézményre,
az utolsó betűk is felkerültek, az a bizonyos Bodrog közkincsei, hiszen ez az intézmény nem csak cigándi gyerekeknek, hanem a Bodrog köztelepülésein élő gyerekeknek is jelentett egy dolgot, hogy ide jöhettek ugye óvoda előtt. Úgy gondolom, a dolgozók felvétele akkor a jelenlegi intézményvezető kinevezése is helytálló volt, hiszen a mai napig erről az intézményről, a cigándi bölcsödéről csak jókat és pozitívumokat hallhatunk. Én mindig azt mondtam a lányoknak, hogy nekünk nagyon-nagyon boldognak kell lennünk, hiszen a szülő, a család a legértékesebb dolgot bízza ránk, a gyerekeket. És itt nem lehet hibázni. Itt nem lehet egy veszőt előre vagy utána tenni. Itt nem lehet egy felkiáltó jelet, hogy majd oda teszem, mert vigyázni kell. Itt a nap 24 órájában, amíg mi a gyerekekkel vagyunk, nekünk ezeket a ránk bízott értékeket nem maximálisan, hanem nem is tudom hány százalékosan oda kell figyelnünk. És én ezt úgy gondolom, hogy erről az intézményről ez a mai napig elmondható. És ezután már nem csak, hogy mi mentünk, hanem ezután is ennek nagyon örülök az itteni dolgozóknak első perctől kezdve, hogy ezután szinte egy éven belül már idejöttek kartásnő tapasztalatcserékre, továbbképzésekre, sőt, budapesti intézményből hospitálásra, egy vagy két hónapos szakmai gyakorlatra is idejöttek. Engedjék meg, hogy egy rövid, de egy nagyon rövid betekintést adjak, vagy mondjak, meséljek el. A következő volt a beindulás, tehát mondtam, hogy számomra a legboldogabb érzés, amikor a betűk felkerültek. Már minden készen volt, csodálatos berendezés, minden csodálatos volt, és tudtuk, hogy tartalommal is meg tudjuk tölteni. Az utolsó mesesaroktól kezdve a konyhán keresztül az orvosi szobáig, tehát minden maximálisan megvolt. Igen ám, de volt egy 5 hónapos gyerekünk. Kiságyunk meg nem volt. És én gyorsan bementem a hivatalba a régi jegyző úrhoz, és mondtam, hogy még hiányzik valami, és kérdezte, hogy hát micsoda, mondtam, hogy egy kiságy. Na hagyjad már, kiságy, hát minek nektek kiságy, kit akartok belefektetni? Mondom, hát 5-6-7-8 hónapos gyereket, hát hol lesz nektek olyan? Hát olyan biztos, hogy nem lesz. Mondom, nem, hogy lesz, már van. És amikor egy hét múlva jöttek, bizony Gyöngyösi Ivetkének a kislánya, a Clementina már ott feküdt a kiságyba, aludt, és a többi gyerek úgy játszott körülötte, mintha otthon lettünk volna, és mintha saját testvérük lett volna. Tehát az az óvatosság, az a figyelem, az a szeretet mind körülvette azt az egy pici gyereket a kiságyban. Végezetül, kedves vendégek, igaziból én a kartásnőimhez szeretnék szólni, és egy idézetet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni is akar, hogy közelebb legyen a szívdobogásom. Én kívánok ehhez a sok guggoláshoz erőt, egészséget, és azt kívánom a kartársaimnak, hogy minél több gyerek szívdobogását halljátok meg. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagyon szépen köszönjük Kicelényének a kedves szavakat. Most pedig felkenném Orán Krisztián polgármesterről, mondja el ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, és nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves Ica néni, intézményvezető asszony, kedves kollégák, szülők és nem utolsó sorban kedves gyerekek. Nem igazán szokott a polgármester, legalábbis én vallagási ünnepeken beszédet mondani, hiszen tudom, hogy milyen ott ülni ilyenkor nagy melegben a másik oldalon, és másra sem vágynak csak arra, hogy a gyerekeket végre megöleljék, illetve látják a műsorokat. De ez egy különleges alkalom valóban, és úgy gondoltam, hogy 10 év elteltével, illetve a 10. ballagási csoport, aki most fog végezni nálunk, úgymond, és megszerzi az első hivatalos végzettségét, én úgy érzem, hogy mindenképpen méltó arra, hogy egy pár szót ejtsünk a kezdetekről is. Cigányváros önkormányzatának rövid távú célja között szerepelt, hogy a helyi és a kistérségi lakosság számára elérhetővé váljon egy korszerű, megfelelő infrastruktúrával rendelkező bölcsőde, amely végleges és minőségi ellátást biztosít modern és hatékony eszközökkel és módszerekkel.
pályázatunkat, ennek a szellemébe készítettük el annó. A támogatásról csak annyit egy picit visszaemlékezve múltba, ilyenkor érdekesek tűnnek a számok, hiszen 94,99%-os támogatást kaptunk rá. A pályázatnak az összköltségek 85 millió forint körül mozgott. Hát ezt az épületet most szerintem több 100 millió forintból tudnánk csak ugyanilyen állapotba helyrehozni. Na de úgy gondolom, hogy bátran kijelenthetjük az elhangzottak alapján, hogy megérte a befektetés, megérte bölcsődét építeni. Azt az épületet kellett egykor átalakítanunk, és akik egy picit már korosabbak, mint én, azok tudják, hogy az épület volt minden annak idején. Volt ez tánciskola, kisóvoda, védőnői szolgálat és központi orvosi ügyelet is annó. Az építkezés során felújítottuk, bővítettük, sőt napelemrendszert is telepítettünk az épületre, ami az utóbbi időkben, valljuk be, nagyon-nagyon hasznos ötletnek bizonyult. Közbeszerzés keretében szereztünk be a működéshez szükséges eszközöket is, így a bútorokat, a játékokat és a technikai eszközöket, amelyek mind-mind a nevelést szolgálják. Elkészült két új csoportszoba 24 gyerek számára, amiért pár évvel később egy újabb csoportszobával bővült, egy újabb 12 főnek jelentett bölcsödei helyet, illetve örömmel közlöm azt is, hogy az önkormányzatot beadunk egy újabb pályázatot, az RRF pályázat keretében, ami valószínűleg csak Daninak mond valamit, hogy mi az RRF, de mindegy, újabb 12 fős bölcsödei csoportot szeretnék létesíteni, tehát összesen már 48 fős lenne a bölcsödény. Annak idején Nica néni beszélt a kezdetekről. Én tisztán emlékszem arra, hogy az óvónőkkel, az óvónők inkább vakarták a fejüket, hogy ugyan ki fog ebbe a bölcsődébe járni, hiszen én nagyon hitt benne, sőt odaig kellett menni, hogy házról házra jártak az óvónők, és szedték össze azokat a gyerekeket, akiket bölcsődébe szerettek volna ők, hogy bejárassák a szülők. Mert a nagymamák és a szülők annak idején nagyon bizalmatlanak voltak az új intézménnyel kapcsolatban, nem tudták elképzelni, hogy egy nagymama szerepét hogy válthatja fel ilyen kiskorba egy óvónő, egy bölcsődői gondozó. Szóval ez nagyon sok időnek kellett eltenni az, hogy megbízzanak az intézménybe, hogy idehozzák a gyermekeiket, hogy ránk bízzák őket, illetve rátok bízzák őket, kedves kollégák. És én úgy gondolom, hogy az élet bizonyította, hogy ez a döntés nem csak a fejlesztés szempontjából volt fontos, hanem életbeni szempontból is, hiszen azok a gyerekek, akik annak idején már elkezdték a bölcsődét, bizony most már 13-14 éves kort megértek, és szinte kivétel nélkül csináltam egy gyors személyes kutatást, szinte kivétel nélkül mindenki középiskolába fog menni. Szóval az alapokat nagyon-nagyon fontos, hogy gyerekkorban letegyük. Ezt bizonyította a bölcsőre a 10 pár év alatt, és gratulálok a kollégáknak ehhez a munkához, hiszen mindenki, aki az ő kis életüknek a bármelyik percében szerepet vállalt, itt a bölcsőrében, igenis hozzájárult ahhoz, hogy a jövőjét biztosítsa, illetve megalapozza kellőképpen. Ezek biztató jelek ám, hogy van gyerek, ahogy említettem, hogy újabb csoportszobát bővítünk, ez azt jelenti, hogy van a településnek jövője, az, hogyha meg vagyunk áldva Isten áldásából gyerekekkel, én úgy gondolom ez jelenti számunkra a biztos utat afelé, hogy jó irányba haladunk. Én kérném szépen a tisztelt szülőket, akiknek még csak egy gyereke van, hogy nyugodtan nézzenek egymás szemébe, kezdődhet a munka, hiszen egy új csoportszobát ismét meg kell majd tölteni, és ilyen szép, boldog, ügyes gyerekekre mindig is szüksége lesz a településnek. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, gratulálok az elvégzett munkához, cigán értékből lendület. Illetve szeretnénk azokra a kollégákról megemlékezni. Hangsúlyozom, minden kollega nagyon fontos számunkra, aki bármennyi évet is eltöltött velünk, de úgy gondoltuk, hogy akik 10 éve a kezdetektől fogva itt vannak velünk, és kitartanak, és türelmesek, és csapattagnak bizonyultak, azokról külön megemlékeznénk. Először Dolcs Józsefnél szóltanám ide. Köszönjük szépen a munkáját! Köszönöm szépen. Jó.
Fodor Jánosné is 10 éve van köztünk. Gyerek a te. Králik Mihályné Szilvi is 10 éve tapossa az igát. Köszönöm szépen, Szilvi! Illetve Ilonka most saját magának hoz egy oklevelet meg világon, de... Talán ez a legszebb az egészben. Köszönjük szépen a kitartást, hiszen ez egy nem mindennapi feladat volt, azt azért el kell mondani. Ica néni tette le jelzéseket. Sok gond nehézség volt az idején, de úgy gondolom, Ilonka megtette azt, amiért tanult. És én úgy gondolom, nagyon szépen összeszedte a csapatot, és nagyon büszkék vagyunk rá mostanáig. És egy nagy tapsot Ilonkának külön. Nagyon szépen köszönjük Olaj Krisztián polgármesterünknek és fenntartónak, Cigántváros önkormányzatának az elismerést, a kedves szavakat, nagyon jó leső érzés ez szívünknek, köszönöm szépen, de nem is húznám tovább a szót, következzenek a gyermekek. Itt a kedvenként, és a legném a denémünk, de most mindegy. Látja a napocskát.
Búj, búj, zöldem, zöldem, velecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Rajta, rajta, leszakadt a pajta, megmaradt a macska. Thank you.
Yeah.
Színek, ízek, illatok, mindazt súgják, otthon vagyok.